Engem ért a megtiszteltetésre, a Ferencvárosi Tornaklub nevében köszönhetlek téged 80. születésnapodon. Furcsa kimondani ezt a 80-at, mert amikor rád nézek, akkor egy fiatal embert látok, egy örök játékost. Soha nem fogjuk elfelejteni neked azt a torinói volt, amivel VVK kupát nyertél a klubnak. És még egyszer mondom, fiatal ember vagy, nagyon-nagyon hosszú, boldog életet kívánunk neked, és a Ferencváros család örökös tagjaként szeretnék átadni neked egy ajándékot. Nem más, mint a mostani csapatnak a meze. Természetesen megfelelő számmal és névvel a hátán, úgyhogy örömmel látunk a csapatban mindig. Köszönöm. Nagyon boldog születéseket. Dr. Fenyvesi Mátét köszöntötte a régi játszótárs, a VVK döntőben kiválóan védő Géczi István is. Nagyon sok nagy mérkőzést játszottunk, ez azt hiszem a Ferencváros történetének egy nagyon szép időszaka volt. Ebből az egyik, amikor Torinóban Juventust megvertük Vásárváros a kupája döntőjében. Nagyon sok szép és értékes gólt rúgott ő, megfejelt. Hálát adok az égnek, hogy abban a korban és olyan játékosok között, olyan csapatban, a Ferencvárosnál és a válogatottban is örök, felejthetetlen élményt szerzett az ember. Az ünnepelt nagyon örült a legendás köszöntőknek, és úgy érzi, egyre jobban felértékelődik az 1965-ös siker. Van, hogy ahogy távolodunk időbe, úgy nő a Nimbus R-nek a eredmények, mert emlékszem, hogy abban az időben, mikor ez történt, nem nagyon vették figyelembe, azt hiszem külön újságcikk se jelent meg róla. Olyan szép simán lement, senki nem beszélt róla, sőt, hát mi is úgy érdemesítettük, hogy hát jó, megvan, és semmi különösebbet nem támasztottunk irányában. A bécsi sorsdöntő mérkőzés, amelyiken ugyanígy én fejeltem a gólt, és hát ezzel kijutott a magyar csapat az angliai világbajnokságra. Ez és azon kívül az első bajnokságot, amit nyertünk a Ferencvárossal, Salgó Tarjánba, győznünk kellett ahhoz, hogy esélyünk legyen a bajnokságra. Hát az öcsém meg az én gólommal nyertük meg azt a mérkőzést. Az akkori Ferencvárosi Tornaklubnak, az akkori csapatnak mi volt a titka? Miért volt a világ egyik legjobb csapata? A titkot azt lehet keresni, de nekem meggyőződésem, hogy az egyéni képességek, a labdarúgás iránti alázat, és az, hogy nagyon-nagyon tisztelték a játékosok, és nem azt mondom, hogy szerették, nagyon tisztelték a játékot, a játékostársat, és ezáltal magát a labdarúgást. Tisztelték a szurkolókat, és vice versa, így mondom, hogy a szurkolók is nagyon szerették a csapatot, meg a csapatokat. Kölcsönösen megtalálták a szurkolók és a játékosok azt a közös hangot, ami meghozta az eredményt. Ez volt a titka.